Az elkövetkező időszakban a pázsit, fűfélék, pollen koncentrációja várhatóan országosan magas, helyenként elérheti a nagyon magas szintet. Most van a pollen szezon csúcsa, hogyha így mondhatom, amely már elkezdődik a nyárfa, nyírfa, mogyoró, tehát már kora tavasszal is, aki ezekre a pollenjére érzékeny. Most viszont a nyárfák, a pázsit, fűfélék okoznak igen sok gondot, és aki a kertjét nem tartja rendbe, sajnos egyre több a pollenekre érzékeny ember. A gyógyszerek egy része az úgynevezett antihisztaminok általában megoldják a könnyebb eseteket. Ilyenek a szemviszketése, orrfolyás, köhögés, torokviszketés, de olyan is van, amikor bőrtünetekkel is járhat, ekcémaszerű tünetekkel. A komolyabb eseteknél mindenképpen szükség van valamilyen szteroid tartalmú gyógyszerre, és ezt mindenképpen orvosnak kell kivizsgálnia, és hát az allergiát megállapítania. A fenyőfélék virágporának mennyisége jellemzően közepes és magas szintet érhet el. A csalánféléké közepes, az útifűi, a lóromé, valamint a bodzái az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az eperfafélék, az ernyős virágzatúak, a sás, valamint már a hárs pollenje, illetve még néhány szem, a ciprus és tiszafafélék, a tölgy és a nyír virágporából. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően alacsony, az alternária fajoké helyenként elérheti a közepes magas szintet. Magas pázsitfű pollen koncentráció esetén a viharok hatására a levegőben szálló nagyobb pollenszemek kisebb szemcsékre esnek szét, és ezek a részecskék kisméretüknek köszönhetően a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben. Hát akár 10-15%-kal megnő ezeknek a gyógyszereknek a fogyása, de az is nagyon fontos, hogy aki tudja magáról, hogy ő allergiás, és hogy mire, akkor minél többet tartózkodjon inkább szobába, zárt helyen, vagy ha nyaralni megy, hegyi levegőn legyen, vagy a tengerpart közelébe, vagy folyópart közelébe. Az allergiások és az asztmások számára a szakértők azt javasolják, hogy a vihar ideje alatt tartózkodjanak beltéren, és az ablakokat zárják be.